Felsőtárkányból indultak és vágtak neki a közel 150 kilométeres túrának a régi autók és motorok. Már itt feltűnt az egyik érdekesség, a tiszaújvárosi Lenin autó, Lenin forradalmi páncélosának replikája. 450-es Csepelből készült a 70-es évek elején, idén fejeződött be a felújítása. Csepel művekbe készült, 74-ben, ez egyébként a maga széria 1968-es. Mire használták ezt? Hát ilyen május elsői felvonulások alkalmával. Zászló, meg egy kisdobos kísérték egyéb ünnepségekre. Ez egy replika, ez egy 110-esből épült, abból lett 130-es átalakítva. Az eredeti 130-esből maximum 50 darabot gyártottak a csehek. Ez egy hányas autó? Mikor gyártották? 73-as autó, de most már lassan megfelel teljesen 100%-ban az eresnek. A rendszerváltás idején zárták be a bányát, amely egyúttal a településnek a hanyatlásához is vezetett, legalábbis egy időre. A túra első állomása Egercsehiben volt, itt bányászattal kapcsolatos kérdéseket kaptak, csillét tologattak a motorosok és autósok. Itt találkoztunk Frédi és Béni kőkorszaki járgányával. Ez egy Citroen CV2-es, az úgynevezett kacsa, annak az alvázára épült. A feleségem édesapja készítette ezt az autót, tehát egy egész heti munkája is benne van. Egyszer már épített, amikor én nagyon pici gyerek voltam, egy Traxionból, egy ilyen kabrió sportkocsi jellegű valamit, hát az is olyan volt, hogy külön engedélyt kellett nagy nehezen kijárni neki, mert nem létezett ilyen autó. Úgyhogy ő neki ez így hobbija. Van itt ismeretlen jármű, amivel még nem találkoztam? Hát, például ezzel még nem találkoztam, pedig én a szocializmusban is éltem, és nem találkoztam ezzel az autó, és döbbentel láttam, mikor itt megláttam. Fantasztikus, hogy előkerült, hogy nagyon tetszik. Ez egy kis sportautó volt, a sportautóknak, a roadstereknek az összes kényelmetlenségével, azzal, hogy szűk, azzal, hogy ráz, azzal, hogy húzatos, ez egy külön élvezet. Bizonyos mazohizmus kell hozzá, hogy az ember ezt élvezze, de valóban erre használták. Egyébként egy széria limuzin autónak a technikai alapjaira épült, tehát ez nem egy olyan igazi sportkocsi, mint egy Porsche vagy egy Ferrari, hanem csak olyan, hogy szép és izgalmas legyen. Ebből a Trabant kabrióból nem sok szaladgál az utakon, régen az agronómusoknak szánták. Ez egy életérzés, tehát ezt meg kell szeretni. Nem sokan ebben nőttek fel, ugye régen, családok nőttek fel benne. Ez egy feeling, a Trabant feeling. Ezt szeretni kell, sokan szeretik. Ha valaki nem szereti, akkor elmegy mellette, mert ez csak egy Trabant, de ha megszereti valaki, akkor viszont nagyon-nagyon kedves tud lenni egy ilyen családi kis ékszer. Főleg ez a változata, ami gyakorlatilag egy nyitott autó, így készült a gyárba. Ez nem egy átalakított, ezt annak idején TS-ekbe adták ki az agronomusoknak, hogy kiálljanak a földekre vele, ami pont arra nem jó, mert hogy az összes homok, meg az összes eső, meg az összes sár bemegy az oldalán, de hát ez annak idején ez nem számított. Viszont a Trabant tette a dolgát, mint ahogy most is teszi még mindig. Bükszéken szalvuszvizet kóstoltak, Mátraderecskén pedig nem csak hallottak a mufettáról, hanem ki is próbálhatták. A szervezők mindig úgy állítják össze az útvonalat, hogy azoknak is érdekes és új legyen, akik már nem először vesznek részt az egri találkozón. 16. alkalommal vagyunk már a térségben, tehát nagyon-nagyon nehéz már újat mutatni a résztvevőknek, de azért még mindig sikerül. Aki idézőjelben a Laposföldről érkezik ide, ahol a legnagyobb emelkedő, esetlegesen a pince lejáró, annak ez a táj, ez egy fantasztikus élményt jelent, megpróbáltatás azért a járműveknek, illetve a járművezetőknek is, mert ezeket a kanyarokat ügyesen bevenni, azért ahhoz is tudni kell. Szerencséjük van azért az egrieknek, mert azért nagyon-nagyon sok, nagyon szép helyre el tudnak vinni minket. Most például ez a mofetta volt, ami nekem nagyon megfogta a érdeklődésemet. A szombati túrán közel 100-an indultak. Igazából mindegyik különleges, még a Trabant is, mert nincsen teteje. Itt van a Chevrolet Nacional, ami szokott lenni, itt van egy régi motorjával, Zila Hisoli, az éppen a Victoriával, de van itt egyedi gyártású, Simca alapú sportkocsi, az a sárga. Sok érdekes jármű van, Fordosok külön járművekkel vannak, Caprival és Cosworth Sierra-val, tehát van sok érdekes jármű. Ez egy nagy család? Igen.
Konkrétan. Most neveket említettél itt, nem elsősorban autókat, hanem hogy ki jött milyen autóval, mindenki ismer mindenkit? Azt mondom, hogy a társaságnak a 80%-a ismeri egymást, de mindig jönnek újak, mindegy idén is vannak olyan, akik még nem voltak sose. Amerikai utakra gyártották az 1970-es évek elején. Ott még akkor ugye elfértek ezek elég nagy autók. Ezekkel a méretekkel nagyon nehéz most parkolni a szűk utakon, de akkor még nem volt ez probléma. És ide vezető utat hogy bírta? Elég sok kátyú volt, meg elég kanyargós, meg szűk. Nagyon kényelmes olyan benne utazni, mintha egy hajóban utazna az ember. Ez az autó 6 éve képezi a tulajdonomat, gyakorlatilag ilyen állapotba vettem. Ez egy Amerikából visszaérkezett re-export, mert annak idején 67-ben, amikor gyártották, kikerült, és most pedig egy kicsit lerobbant állapotba, de újra visszakerült Európába. Ebben egy 6-hengeres soros injektoros motor van, az az érdekessége, hogy ezt az autót énekelte meg Janis Joplin, hogy a Mercedes-Benz. Torna Szent Márián az ország egyik legrégebbi templomát láthatták, míg kisnánán akár lőhettek is pisztollyal vagy puskával. A puskákat lehet kipróbálni, a fegyvereket, a csatacsillagot, a kovászpisztolyt, tehát azért egy kis történelmi áttekintés a kisnánai vár árnyékában. Minek hoztatok ilyen sokszínű programot ide? Természetesen, meg volt beszélve, ugye, és akkor azt hozunk, amit rendelnek, hát ez egy ilyen világ. Érdeklődnek? Igen, mondhatjuk, igen. Hát ugye ezek az emberek eleve nyitottak az ilyen a régiségek iránt, meg a régi iránt, meg hát tudják, hogy mi az, hogy múlt, mi az, hogy visszamenjenek kicsit a dologba. Tehát aki egy 40 éves kocsit javítgat, aznak nem kell mondani, hogy mi a nagy szám, hogy mondjuk egy 200 éves fegyverrel, vagy 200-300 évezőt használatos fegyverrel bánsz. Hát ugyanez az erv. Az utolsó állomás Verpeléten a Kovács műhelyben volt. Itt a Kovács mesterséggel kapcsolatos tárgyakat kellett felismerni. Vasárnap felvonulással és kiállítással zárult a 16. Egri régi jármű találkozó és túra az 5. Gulfkupa. A főiskola és a bazilika között lehetett gyönyörködni az elmúlt évtizedek járműveiben. Nagy siker volt egy még restaurálatlan Austin 10-es. Angliában volt, ugyebár a régi brit taxi, eredetileg fekete színe volt, és akkor taxiként használták, majd a háborúban lehet katonai zöldre festve, úgy használták, végül pedig civilként fejérre lett lefestve, és úgy használták. Tehát elég sokat használták ezt az autót. 8900 forint volt újonnan. Ebben egy Java motorkerékpár 14000 forint. Ezt STK-ra lehetett vásárolni. Abban az időben ezt nem vehetett mindenki, csak annak, aki egészségügyi állapota miatt kiírták, vagy előírták, hogy ilyet vásárolhat. És akkor szinte ilyen nagyon kedvezményes STK-ról, mondom, 8900 forint volt újonnan. Az élet elém sodorta, tehát úgy, ahogy sokat mozog az ember veterános körökbe, úgy adódott egy lehetőség, teljesen véletlenszerűen, úgymond egy olyan jelképes áron, hogy az ember azt mondta, hogy ennyit nem szabad elengedni. Hát nyilván nem ez volt a vásárolt állapota, ez a saját két kéz eredménye a lakatos munka, úgy lett itt Egerben lefestetve, és hát összeszerelve. Ez még gyakorlatilag a primadonna fellépése, mert még ezt az egri közönség még nem nagyon láthatta, még az úton sem. Ez egy eredeti katonai jármű, úgyhogy ez egy nem átalakított katonainak megcsinált jármű, hanem ez egy szovjet laktanyából származó szovjet gyártmányú motorkerékpár a II. Világháború utánról. A szovjet katonák játszottak vele, mert ugyanis a laktanyába törték össze, úgyhogy nem kint a harcmezőn, és mivel ez oldalkocsi karékhajtásos jármű, az nem olyan, mint egy sima szóló motorkerékpár, ami mellől le lehet venni az oldalkocsit. Ha emellől leveszem az oldalkocsit, ezzel nem lehet tovább haladni, mert ugye megszűnik a hajtás, a hajtóművel differál. Ugye itt hagyták ezt a motorkerékpárt, és a későbbiekben az ott dolgozó közalkalmazottak vették meg alkatrészként más egyéb felhasználás céljából ezt a járművet, akiktől nekem sikerült aztán ezt megszereznem, és felújítanom, rendbe tennem, kijavítanom a hibáit. A rendezvény végén kor szerint 3-3 kategóriában díjazták a feladatokat, legjobban megoldókat. Külön díjat adtak át azok a települések, amelyeket a túra érintett, valamint a fő támogató. A szokásos csoportkép sem maradt el.